a 2021-es esztendő sporteredményei szempontjából mindenképpen az élre kívánkozik a tereplövészet, hiszen a püspöktarányi lövészklub tagjai közül egyéni világbajnoki címet szerzett Szilágyi Sándor és Nagy Katalin, amihez még társult egy csapatban szerzett aranyérem is a magyar válogatott színeiben. Mindezek mellett számos magyar bajnoki érem is a miénk nyakába került az idén. S ha már világbajnokság, akkor a sort az Íris csoporttal kell folytatnunk, hiszen igaz, nem a tervezett párizsi helyszínen, hanem online rendezés mellett, de két világbajnoki cím és egy ezüstérem fémjelzi a ladányi lányok tudását. Az aranyérmeket a Ludányi Janka, Ludányi Noémi, Kis Gréta trió, valamint a Daróczi Lili, Hegedűs Hanna duó, míg az ezüstérmet Szabó Véda szerezték. A pandémia miatt nagyon sok sportágban korlátozott volt a versenyek száma, így a Sáréti Ese is kevesebb versenyen vehetett részt, mint korábban. Ám a különböző magyar bajnokságokon Tomka Ézer két aranyérmet és egy bronzot, Tomka István egy-egy arany, ezüst és bronzérmet, míg Szilágyi Bálint egy ezüstérmet így is szerzett. A püspöktarányi nehézatlétikai ese birkózói közül Faragó Zoltán az idén egy magyar bajnoki címmel és egy diákolimpiai ezüstéremmel gazdagodott. Budai Szintia a magyar bajnokságon és a diákolimpián is harmadik lett, míg Gyenge Renáta egy diákolimpiai bronzérmet szerzett. Mindezek mellett az idei serdülő magyar bajnokság megrendezése terén is kiemelkedőt nyújtott városunk klubja. A Báthori Gym harcosai közül Szilágyi Viktória vitte leginkább a prímet, aki mind a három bajai fellépését, egy magyar bajnokságot, egy nemzetközi versenyt, valamint egy profi gála ötmenetes címmérkőzését is megnyerte. Rajta kívül Lukács Dominik szerzett még egy magyar bajnoki aranyérmet. A versenyzők mellett Girdán Miklós csapatvezetőt is megtiszteltetés érte az idén, hiszen régióvezetői megbízatást kapott. Maradva az országos sikereknél, minden korábbi eredményt és teljesítményt túlszárnyaltak az idén a hagyományos Rhein-Jurst-Rulli becsületbeli futás püspöktarányi résztvevői. Városunk futói az idén 10., azaz a számukra jubileumi alkalommal csatlakoztak a rendezvényhez, ahol aztán a futók számát tekintve az országos rangsorban az első, míg kilométergyűjtésben a második helyen végeztek. S ha már jubileum, akkor Keller Elek nevét is meg kell említenünk, aki ebben az évben a sok-sok megtett kilométere mellett az Ironman távot 10. alkalommal teljesítette. Ez ugyebár 3900 méter úszásból, 180 km kerékpározásból és egy röpke maratoni futótávból, azaz 42,2 km-es futásból áll. Sajnos a kézilabda tavalyi megszűnése után az idén is szegényebb lett egy sportággal a püspökladány. A jobb feltételek miatt a Sáréti Tekbalese komplett játékos állománya és vezetősége a hajdúszoboszlói HSE csapatához távozott. Püspökladány megmaradt csapatsportjai közül a PLE futbalistái a júniusban véget ért 2020-2021-es megye 1-es bajnokságot a 13. helyen zárták, azaz kiharcolták a bennmaradást. A jelenleg folyó pontvadászat őszi szezonját követően a 9. helyről várhatják a tavaszi folytatást. Az együttesnél 2021-ben egyébként nem kevesebb, mint 3 edző irányított. A márciusban lemondott Tóth Pétert, Károlyi Albert váltotta a kisparon, majd a nyáron Szabó Mátéra bízta a társaságot az egyesület vezetősége. Tavaly elmaradt a megyei asztali tenisz bajnokság, így szeptemberben egy év kihagyás után indult újra a sorozat. Ebben a PASZE félidőben valamennyi mérkőzését megnyerve vezeti a tabellát, s a bajnoki cím első számú esélyesének számít. A PMÁV sakkozói sem versenyezhettek tavaly a megyei csapatbajnokságban, hiszen elmaradt, ám a most zajló pontvadászatban jelenleg az 5. helyen állnak. A nyáron ugyanakkor ismét megrendezte az egyesület, immár 14. alkalommal a hagyományos nemzetközi sakversenyét, az 5-napos Ladány Open Arnold Sándor emlékverseny. De persze nem csak a birkózók és a sakkozók rendeztek valamilyen sporteseményt a városban. A Bástya Kupa nemzetközi kispályás villámtornán 28 csapat mérte össze a tudását nyáron a futballpályán, majd decemberben a Gellér Sándor sportcsarnokban. A Hajdú Rendészeti Sportegyesület mozgásban az erő elnevezésű több helyszínen megtartott egésznapos sportrendezvényeinek egyik állomása a Gellér Sándor sportcsarnokban volt.
A Farkasszigeti Arborétumban a Magyar Íjász Szövetség égisze alatt az idei magyar bajnokság egyik kvalifikációs előversenyére került sor. A strandon második alkalommal került megrendezésre a Sárét kincse strandfoci villámtorna. Egy egész napos családi sportnap délelőtti programjaként került sor arra a futóversenyre, amelynek a megvalósítási alapját a több mint negyedszázados múltra visszatekintő nyuszi futás adta. Az atléták családi atlétikai sportnapjára az idén immár 18. alkalommal került sor a sportpályán. Újdonságnak számított városunkban, hogy a debreceni rendezésű ötvös kupa nemzetközi utánpótlás röplabdatorna egyik helyszínéül a Gellér Sándor sportcsarnok szolgált. Év vége felé közeledve pedig két lövészversenyt is rendezett a Püspökarányi Lövészklub az Árnyas kemping területén. No és egy év kihagyás után jelenleg is zajlik a téli teremfoci bajnokság, amelyben az idén 11 csapat küzd a minél előkelőbb helyezésekért.